Vlogolunk? Vlogoljunk? Rájöttem, hogyha úgy fordítom el a csuklóm, hogy az legalább három helyen eltörjön, akkor egész jól használható vlogolásra a telefonom hátsó kamerája. De ezt ne próbáljátok ki, otthon veszélyes. Na de kezdem az elején. Szóval az van, hogy jó páran kerestetek meg már azzal, hogy el kellene kezdjek vlogolni, mert hogy szívesen néznétek ilyen tartalmat tőlem. Ez a fajta tartalom nagyon messze áll tőlem, én nem is néztem soha vloggereket, úgy valamiért nem érdekelt. És főleg az, hogy én vlogoljak, az egy nagyon új dolog számomra. Szóval úgy kezdtem, hogy megnéztem, hogy pontosan mit csinálnak a vloggerek, megnéztem jó pár magyarországit és külföldi vloggert, és hát ugye ott láttam, hogy rengeteg féle vlog van. Utazós vlog, napi vlog, heti vlog, havi vlog, ilyen vlog, olyan vlog. És arra jöttem rá, hogy oké, hogyha van rá igény, akkor csináljuk, de semmiképp se úgy, ahogy a legtöbben. Nem azt mondom, hogy rosszul csinálok, vagy valami, én ezt nem tudom eldönteni, ugye az ízlések és pofonok kérdése. Viszont az van, hogy nézhetnék gyakrabban a kamerába. A legtöbb nagyon befutott vlogger, ahogy láttam, mindig olyan helyeken csinálja, meg olyan stílusba a vlogokat, hogy egy ilyen nagyon álomvilágot próbálnak bemutatni a fiataloknak, ami nem feltétlen jó. Tehát az ember közeliség az úgy kimaradt a legtöbbnél. Ne értsétek félre, nincs gond azzal, hogyha valaki elmegy egy szép helyre és csinál róla egy videót, hogy megmutassa más embereknek is, akik esetleg nem tudnak eljutni oda. Szerintem az a probléma, hogy úgy próbálják előadni magukat a neten ezek az emberek, mint hogyha a nap 24 órájában ők mindig a legfenszibb helyeken lennének, ők mindig tökéletesen néznének ki, stb. Stb. Én ezt nem akarom, egyrészt már nem igaz, másrészt már nincs pénzem olyan helyekre menni, lássák így halkan suktam meg. Szóval, hogyha erre van igény, én fogom csinálni, semmi probléma, viszont mint a legtöbb videóm esetében, pont az ellenkezőjét fogom csinálni annak, amit a többség csinál. Ez azt jelenti, hogy sem stílusban, sem minőségben nem igazán szeretném, hogy hasonlítson a tömeggyártott vloggerek cuccaihoz. Mi van? Persze a minőséget arra értem, hogy az enyém mindig szarabb lesz, mint a legtöbb. Ezt meg lehet szokni. Ugye? Nincs perspektíva arra, ez a csókolom. Szóval a vlogolás, ugye, hogy távol áll tőlem. Én ahhoz szoktam, hogy a lehető leggyorsabban, maximum egy másfél percben gyorsan elmondjam egy részét annak, amit gondolok egy bizonyos témáról. Viszont a vlogoknál, hogy megnéztem, pont az ellenkezője van, tehát addig csűrik, csavarják, amíg egy sörös dugóból lesz egy 2 órás videó. Szóval ez is új nekem. És gondolom észrevettétek, hogy gyorsan beszélek. Ez egyrészt azért van, mert ugye, mint mondtam, általában rövid videókat csinálok, úgyhogy sok mindent össze kell sűríteni egy elég rövid időintervallumba. Másrészt, mert fasz tudja miért. Ez van. Persze ezen majd időközben megpróbálok változtatni, próbálok fejlődni, ilyen olyan dolgok. Szóval, hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, madame et monsieur, vlogger lettem. Ez nem igaz. De, hello. Egyébként, ha valakibe felmerül az a kérdés, hogy mit keresek én a patak mellett, a mezőn. Jó, várja, itt a patak. A patak mellett a mezőn. Egyrészt azért vagyok itt, mert szeretek a természetben lenni. Másrészt azért vagyok itt, mert falun lakok, és a falu között elég nagy a zaj, kutyák, macskák, druzsbák, öregasszonyok pletykálnak. Arról nem is beszélve, hogyha én így elkezdenék a telefonnal járkálni és beszélni a manócskákhoz az agyamba, szerintem rám hívnák a dili házat. A legrosszabb az, hogy jogosan. Szóval az van, hogy nem tudtam, hogy milyen címet adjak ennek az első előtti első vlognak, ahol arról beszélek, hogy vlogolni fogok, és hogy mi az a vlog, és hogy hogy látom ezt a világot én így egyelőre kivilállóként. Azért mondom, hogy ha vannak sétálós vlogok, legyen ez egy sétálós vlog.
amiből vagy sorozat lesz, vagy nem. De az biztos. Egyébként ez nem idevág, de a hegyekben még hó van. Csak úgy mondom. Viszont itt, ahol én vagyok, kijött a tavasz, zörög a haraszt, a pöcsöm a tegnap óta nőtt vagy másfél araszt. Ugye ezt nem hallotta senki. Bocs, ez tudom, egy picit olyan semmit mondó lett ez a vlog, habár ez lehet, hogy elvárás a vlogoknál. De na, ez egy ilyen első előtti első vlog, szóval még kísérletezek ezen a téren. Úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Ha! Mit szoktak ilyenkor mondani? Köszi, hogy megnézted a videót, ha tetszett, ha bár nem hiszem, hogy tetszett, de nyomj egy lájkot, oszd meg, iratkozz fel a csatornámra. Hát itt csókolom. Ez a kamera engem vesz. De miért? Miért vesz engem ez a kamera?